arra számítottunk, amit a rendőrök mondtak tényleg korrektul, hogy csak ott csendbe végigvonulnak, hát de sajnos nem így történt. Az a bajunk, hogy nincs a világon egyetlen egy ország, ahol ez a, minek nevezzük, etnikai csoport be tudott illeszkedni. Azt az élményt soha az életemben nem fogom elfelejteni. Ahol ők megjelennek, ott a pusztítás, a pusztulás és a rombolás és a rettegés jelenik meg. Elkezdte skandálni, hogy meg fogtok dögleni, büdös cigányok. És két lehetőség van, kedves testvérek. Az egyik, hogy van olyan kormányzat, aki megfogja őket és kihajítja az országából. Van még egy olyan lehetőség, amit mondjuk az arab államokban szoktak alkalmazni velük. Hát ott általában ugye dögkutakban végzik. Vagy az akasztófán mondjuk, mint Iránban. És akkor hát odaértek a házhoz, ahol voltunk. Hát... hát a demonstráció oka valójában az volt, hogy két család összevitatkozott, egy roma és nem roma család. A magyar családnak a ház előtt úgy parkoltak az autók, hogy nem lehetett elférni. A sofőr bedudált, és a magyar családnak a fia kijött, hogy mit képzel hogy miért dudálott. Csak ezt a média úgy felfújta, hogy 100 cigány támadta meg ezt az aprónyi családot. Azért kiderült az, hogy nem volt semmilyen szurkálás, ahogy a média leadta. 100 cigány nem volt ott, ez két családnak volt a konfliktusa. Használt cikkkel foglalkozok, az árut megveszem, itt Devecserben van egy használt cikk piac, és itt árusítom. Hát vásárlók járnak nem csak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában. Rengeteg erről. A cigányról van szó, általában az emberek akkor egyből azt gondolják, mert a cigány az ló, a cigány az bűnözik, a cigány büdös, az nem akar dolgozni, és ezért meg akarnak ölni, holott nem is ismerik az embert. Az emberek már elég korán érkeztek, nem csak buszokkal, személyautókkal, motorokkal, lenne az állomáson, a parkolók tele voltak, és az egész demonstráció a templomnál kezdődött. Nekünk azt ígérték, hogy ez csendes felvonulás lesz. Végigvonulnak a gárdisták, meg a betyársereg Devecseren. Jobbikosok, és akkor 6 óráig van engedélyük, 6 óra után nem maradhatnak egy perccel se tovább. És akkor hát odaértek a házhoz, ahol voltunk. Hát vér meghűt. Voltak itt velünk öregek, hölgyek is. Elkezdte skandálni, hogy meg fogtok dögleni, büdös cigányok. Éjjel visszajövünk, rátok gyújtsuk a házat. Kövekkel dobáltak mi ránk. Elkezdték rázni a kaput. Szerintem mindenkiben az volt, hogy most meg fognak ölni minket. Hát ha rendőrök nincsenek, szerintem be is törik a kaput. Itt van ő. Ő kiabál a legjobb, hogy moskott cigányok, meg fogtok dögleni. Visszajövünk, fölgyújtunk bennetek. Ő velünk együtt focizott, barátként tekintettünk rá. Előtte egy vagy két nappal még együtt ettünk, ittunk születésnapostunk.
hogy ha akármilyen baja volt, akkor odaálltunk mellé, gyerekkori barátok. Ez miért van, hogy én magyarként születtem, én magyarnak is érzem magam. Miért van az, hogy a bőröm színe véget, hogy utálnak. Nagyon sokáig nem aludtam. Itt sok gyereket pszichológushoz kellett hordani. Mindig féltek, hogy valaki követi őket. Mert utólag megtudtuk, hogy nagyon sok gárdista, meg betyársereknek az emberei itt voltak elszállásolva a Somlón, meg Tüskeváron az erdőbe. Járkálták az utcákat kocsikkal. Nehéz elhinni, hogy Magyarországon ilyen megtörténhet, hogy ezt engedik. Hát én nem is magamat védtem, inkább a családomat, hogyha fölnőnek, akkor ővelük mi lesz. Őket az véget, mert hogy cigányok. Az eszembe olyan, hogy egyszer itt hagynám Magyarországot, de most már annyira elfajult ez a rasszizmus, meg annyira benne van a levegőben, meg mindenhol annyira észrevenni, hogy most már lehet nem gondolkodnák rajta, hogyha lenne lehetőség. Sokkal jobban szeretném, ha béke lenne a magyar és romák között, mert ennek a gyűlöletnek nincs semmi értelme. A gyűlölet nem vezet semmi jóra. Elég probléma van a világban ezen kívül is. Ha békesség van az emberek között, sokkal könnyebb, szebb az élet. Ha újra születhetnék, akkor se lennék más. Akkor is cigány maradnánk. Én nem szeretnék változtatni ezen. Szeretek.